Újabb vádemelésre számít Donald Trump. A volt amerikai elnök ezt azután közölte, hogy értesítést kapott a Kapitólium ostromát vizsgáló bűnügyi eljárás folytatásáról. Mint emlékezetes, 2021. január 6-án azok után rontottak be Trump támogatói az amerikai törvényhozás épületébe, hogy a volt elnök kétségbe vonta a 2020-as választások eredményét. Az ügy komolyságát, ezáltal büntetőjogi következményeit is meghatározza, hogy nem csak fosztogattak és 30 millió dollárnyi kárt okoztak a kongresszusba betört támadók, hanem erőszakos cselekedeteik miatt meghalt 5 ember és több százan sebesültek meg, köztük 138 rendőr. Donald Trump-al ügyvédje közölte, hogy az eddigi vádakon túl most már az ostrom ügyében zajló nyomozás célszemélye is, ami akár letartóztatásával is folytatódhat. A volt elnök ellen már történtek vádemelések egyéb ügyekben. Minősített dokumentumok kezelésének visszaélése miatt 37 vádpontot fogalmaztak meg ellene, illetve egy felnőtt filmes szereplőnek történt gyanús kifizetés és üzleti nyilvántartás meghamisítása ügyében is vádat emeltek ellene.